Szép jó hajnalt mindenkinek, Thorin vagyok, ez pedig az Oxygen Not Included folytatása. Ma vagy holnap kikerülünk a béta állapotból, úgyhogy hamarosan végre normálisabban folytathatjuk, mint szoktuk. Ezen túl megtaláltam, hogy mi a probléma. Nem vas, azaz vasérc, hanem vas, azaz feldolgozott vas, finomított vas szükséges az acélgyártáshoz. Úgyhogy, ahhoz, hogy ezt az ügyet folytathassuk, aranyról át kell állnunk, legalábbis réglenesen, vasra. Iron ore-ból iront kell készítenünk. Ráadásul néhány tonna méretbe. Mondjuk ez nem különösebb probléma, mivel tojásból alig van, úgyhogy inkább csak mutatóba tudunk majd a szélt készíteni, nem pedig tartósan. Na, készítettek egy új feltörendő tojást, helyes. Már futnak is, hogy tojás legyen belőle. Remek! No. És persze jó néhány helyen az ideiglenes grafika átváltozott normálissá. Feteszem néhány helyen meg még nem. És itt van. 70 kg, 20 kg, 10 kg. Tehát egy adagot tudunk legyártani, összesen 100 acélt. Jipi! Na, hát egy pár tonna vas legyártása után majd szépen nekiállunk ennek az ügynek. Nos, mi is itt a cél? Nos, ebben nincsenek céljaink. Olaj. Leginkább az olajjal lehet most mókázni, úgy érzem, és a hozzávaló cuccokkal. Upszi, ja nem gáz, az hittem már magma. De magma sincs olyan túl messze akkor. Plus natural gas generátor, tehát földgáz generátorok. Hozzányúltak ehhez, vagy sem? Sem. Ó, még ezt a magát a bázist építgetjük. No, hát kicsit jobban örültem volna, ha először megépítik a zárókat, és utána csak a problémát.
Ki mondta, hogy ez jó lesz, nem lesz jó. Főleg ennyi furkásza. Ahol ráadásul nincs oxigén sehol leginkább. Bár ő itt talált egy darab oxigént. Hogy hogyan nem. No. Hát ez egy problémás építés lesz, ezen nincs mit cifrázni. Azt hiszem jobb lett volna mechanikus ajtókat használni. És elfogadni, hogy ott rengeteg áramot egyszerűen elfogyasztunk. No, hát ez sajnos a opciónk legszélén van, ezek szerint, és a négy ajtót ezt nem tudjuk megvárni. Úgyhogy kell egy kis gyorsítás, erre lesz megoldás a mechanikus ajtó. Bár mint látható azért, ha nagyon kaparják magukat, akkor meg tudják oldani. Nem tudtátok lebontani se? Vov. Kicsit haladunk a gyorsabban, bár ezzel újabb és újabb gázcsomagokat engedünk ki. De hát ez van. Valamit valamiért. Jut a szemben, nincs beköltve.
Plusz némi klór is van itt, fene tudja miből és honnan, de hát van. Az már hozzátartozik az ilyen helyek szórakoztató elemeihez. Az egyik el van látva, a másik nem. Ne tőlem kérdezd, hogy ezt hogy lehet összehozni. Ó! Mind a két helyen megvolt, csak nem volt átkötés a logikában. Yeah. Na mindegy, minden már előbb-utóbb ki tudjuk alakítani, ami kell nekünk. No, hát nehezebb ügy, mint gondoltuk volna, de ez benne van mindig az ilyenekbe. Azt hittem, kibírjuk. Hagyományos mechanikus ajtókkal nem bírjuk ki. Kár. Mindegy egyébként, mert passzív állapotban nem fogyasztanak. Nos, szépen gyorsan megépítik őket, vagy lassan. És lehetőleg nem ízvesztő mennyiséget pazarlunk el. No, mindegy is, hamarosan az ügyeket lezárjuk, jipi! És végre megkezdhetjük az analizálását. Persze szürreálisan kis darabkákba.
De az mondjuk nem nagyon érdekes. Tudósaink amúgy sem tudnak egyébbel foglalkozni. Na, itt szépen lassan melegszik ez a szoba. Ó! Oh. Ez a vízvezeték, ez lehetne más. Vagy lerakunk ide egy hűtőegységet. Még jó, hogy elkezdtünk mindenféle más ügyekből kialakulni. No, hogy állunk? Ő elemezget nagyon-nagyon lassan. Míg a többi szakaszka épülget. Szintén nagyon-nagyon lassan. Nem gondoltam volna, hogy azt a fúrást preferálják. No, se baj. Ez már innen csak várakozás kérdése, hogy mikor lesz meg és mikor nem. Hát az meg egy örökké valóság, attól tartok. Na, egy kis szenet fölkapkodtak hőseink, ez szimpatikus. Nem mintha különösebben érdekes lenne. Azt hiszem utolsó építkezéseink. Nos, nézzük, hogy ezt az építkezést befejezik-e végre. Mondjuk elég nagy csapat jön. És miért is kezd el működni? Ja nem, egy-két ciklus lefutott, mert mit tudom én. Na! Jó hír! Befejeztük az ügyet. Már csak valami bohózkodás miatt jöhetne ide. Úgyhogy nekiállhatunk ennek a kisméretű programnak.
hogy fölépítsük ezt a bázist. Az energiatermelő bázist. Egyébként egy létesítmény az, amit nem számoltam, hogy ide még kéne. Ha megtalálom. Power Control Station. Wow, méretes darab vagy. No. És így ez egy szoba lesz majd. Ennek ez a lényege. No, hát továbbiakkal nem nagyon törődtünk, egyelőre nem tudom, hol állnak éppen. Valószínűleg sehol, mert legtöbb prioritást azt elloptam. Ha lehet, akkor rosszabbul állnak, mint korábban. Na igen, ez meg brutálisan melegszik a víz. Tehát már a kimenő víz is 30 fok körül van. Azt hiszem, következő szakasznál leállunk. Azt viszont nem akarom leállítani. A lime crushing az működjön. Húh!
negyedéig se jutott el. Kemény meló lesz. No, jelenleg egy mezőre vagyunk attól, hogy bezárjuk a cuccot. No, és így egy ismeretlen típusú szoba, 80 méretben. ig jó, úgyhogy remek. Nem. Nem. Conductive wire bridge. Finomított cuccot üzemeltet. És ahhoz kell egy elektromos mérnök, szakemberünk. Mert ennél már meg fogja érni. Azt hiszem 10-20%-kal dobja meg a hatásfokát a szobának, amiben van. Viszont van egy apró problémánk, hogy ez így nem működik. Jipi! Mert talajon kell lennie annak a cuccnak.
Különben nem működik. Na, a tervünk jó volt, csak nem tökéletes. Remélem ezt a méretbővítést elviselte. Nem viselte el. Pont ennyit nem visel el. Hogy állunk? Ja, pauzba volt, és ennek ellenére nem haladtunk. Ó, gyerekek! Szeretik a perecet. Meglátjuk, elvileg itt azért néhány mezőt még építgetünk. És akkor lehet, hogy jó lesz. Vagy nem. Arra is vannak megoldási terveim. De remélem, hogy a beépített mezők azok segítik majd az ügy befejeződését. Úgy bizony. Visszaértünk 96 alá hasznos területtel. A rendőrség hozzájárul a felvételünkhöz. Hogy is állunk? Eddig elég jól. Azt kell, hogy mondjam. No, kell majd egy gázszűrő. És ide egy gáz cső. Sőt.
Csővezetékünk lebontását nagyon gyorsan kérem. A ventilációs hálózat kialakítása érdekében. Ez nem kell. És egyelőre ide. Tudjuk ki minden egyéb trükk nélkül a gáz problémánkat. Na. És akkor ez lesz az utolsó, ahol áthúzunk mindenkit ötre. Jó. Persze valójában nem, ez lesz majd az utolsó, amikor mindenkit áthúzunk ötre. Kifér belőle. Ó-ó. Bizony ó-ó.
Nos, ez így elég ó. Máshogy nem fogunk ahhoz a opcióhoz elérni. Ó, melyik ez? Bleedstone? Bleedstone. No, már ennyi. Nagyjából befejeztük a cuccainkat, és kialakítva a gázgejzír, és részben elkészült a gázgejzír üzemeltetése is. Onnan gyakorlatilag végtelen energiánk lesz. Folytatjuk legközelebb.